A már több éves hagyománnyal bíró esemény Cirbus Gábor alpolgármester nyitotta meg a vásártéri pályán. Beszédében kiemelte, Makó városát nem csak a hagymáról ismerik sokan, hanem lótartásáról ugyancsak híres volt. Itt, ebben a délalföldi városban és a környező tanyavilágban, zömében mezőgazdaságból éltek az emberek, így a lovak elengedhetetlen részei voltak a háztartásoknak. Ez a kultusz napjainkban már átalakult, többnyire egyesületi keretek között van lehetőség a lovasportok űzésére, melyhez a Makói Lovas Egyesület jelentős mértékben hozzájárul. Szeretném nekik megköszönni a verseny rendezésén kívül, hogy az év 365 napján lehetőséget biztosítanak a makóiak számára, hogy találkozhassanak a lovasporttal. Nagyon sok fiatal gyermek tud így betekintést nyerni a lovaglás világában. Úgy gondolom, hogy ez a sportág nagyon népszerű városunkban és országosan is. Bízom benne, hogy ez a sportág fejlődni fog a jövőben, és egyre több fiatal tudja kipróbálni ezt a sportágat. A megmérettetésre Békés, Bács-Kiskun, valamint Csongrád megyéből érkeztek résztvevők. Összesen 31 fogattal vágtak neki a próbatételnek. Gyakorlatilag a mai nap folyamán csak akadályhajtás van, és ez több kategóriában, tehát van póni fogat kategória, egyes fogat kategória, kettes fogat kategória, kettesben van egy C és D kategória, ez ugye a különböző szinteket jelzi, és azon fölül lesz majd még délután négyes fogat kategória. Bodor Ádám Csongrádról, Petrovics Mihály pedig Szegedről látogatott a színvonalas eseményre, mind a ketten rutinos versenyzők. Egy versenyen nagyon fontos, hogy a lónak milyen hangulata van, a hajtónak milyen hangulata van. Megteremtettem a pályát, hogy meg tudjuk jegyezni, és hogy nagyon jó időt menjünk, meg egy hibátlan pályát, ami most is sikerült a délelőtt folyamán. A jó eredmény az sokban hozzájárul a szerencse, a gyorsaság és az odafigyelés. Tehát igazából ezek kellenek. Kitartás és sok edzés, gyakorlás. A rendezvényen díszszalaggal, serleggel, valamint pénzjutalommal díjazták a résztvevőket.